Szeretném felolvasni Ángyán József levelét. A Kajászói Gazdatanács december 1-jei munka értekezletéhez és szolidaritási nagygyűléséhez. Tisztelt Kajászói Gazdatanács, kedves Zsuzsa, kedves barátaim! Mindenek előtt hálásan köszönöm a Kajászói Gazdatanács december 1-jei munka értekezlete és szolidaritási nagygyűlésére szóló megtisztelő meghívásotokat. Őszintén sajnálom, hogy ezúttal e biztató, összefogást jelző rendezvényeteken nem tudok személyesen részt venni. Biztosíthatlak azonban benneteket, hogy lélekben veletek leszek, és ahogy eddig is tettem, szerény eszközeimmel továbbra is igyekszem segíteni megfogalmazott célkitűzéseitek valóra váltását. Egyúttal ki szeretném fejezni mély tiszteletemet és nagyra becsülésemet azért, a másoknak is erőt adó bátor kiállásért, amelyet képviselitek közösségetek, családjaitok és a helyi gazdatársadalom érdekeit, végső eszközként vállalva akár a polgári engedetlenség régóta ismert, és Mahatma Gandhi indiai mozgalma óta számos sikert hozó eszközeinek alkalmazását is. Veletek egyetértő meggyőződésem szerint a helyi közösségeknek joguk van a saját településük földjéhez. A helyi gazdálkodó családoknak a saját határuk megműveléséhez. Az abból származó jövedelem helyben tartásához. Vége annak a közösségnek, amely alól kihúzzák a földjét. De vége annak a társadalomnak is, annak a társadalomnak, amelyben a jog leválik erkölcsi talapzatáról, ahol az alapvető emberi erkölcsi normáinkba ütköző cselekedetek nem csak hogy politikailag korrektek, de egyúttal jogszerűek is lehetnek, ahol az adott szónak megszűnik a becsülete. Én ezt a helyzetet elfogadni nem tudom, de nem is akarom. A földbérleti pályázatokkal és földügyi törvénycsomaggal kapcsolatos már egyáltalán nem csak egyedül vívott harcom, erőfeszítéseim legfőbb célja az, hogy visszafordítsam a vidék szekerét abba a valóban néppárti irányba, amelyről a magyar társadalom elsöprő többségével megállapodtunk, és amelyhez meggyőződésem szerint a korábban soha nem tapasztalt mértékű felhatalmazást kaptuk a választásokat. Harcolni fogok ezért a jelenlegi kereteim között mindaddig, amíg ennek a fordulatnak esélyét látom. Mert nekünk nem a mohó, zsákmányszerző, spekuláns nagy tőkével és annak nagy birtokaival, hanem az emberekkel, a helyi családokkal és közösségekkel kell szövetkezni. Én legalábbis hittel erre vállalkoztam. És máshoz asszisztálni nem fogok. E gondolatok jegyében, a gondviselésben, a világ fölött törködő rendben, no és persze az igazság, a nyilvánosság és a tisztességes, jó szándékú emberek összefogásának erejében változatlanul bízva, kívánok nektek erőt adó, felemelő, jó tanácskozást, együttlétet és jövőbe mutató bölcs döntéseket. A ma elárult, tisztességes képviselet nélkül maradt, ám mégis tán mozduló, érdekeiért kiálló, megszerveződő vidék és gazdatársadalom számára a magam szerény eszközeivel minden segítséget kész vagyok továbbra is megadni. Őszinte tisztelettel és baráti szeretettel üdvözöllek benneteket, Ángyán József. Köszönjük szépen a szavakat, és ha netán tévesztettem volna valahol, természetesen a teljes szövetség honlapján ma este még megjelenik a teljes levél. Eljöttem Kajászóra, mert a szemébe akartam nézni, és kezet akartam azokkal a paraszt testvéreimmel fogni, akik vették a bátorságot, és elindították a földfoglalást. Nekik van igazuk. Abba ne hagyjátok, magyar parasztok! Vegyétek vissza, ami a tiétek,
és nem fogadjatok el senkitől semmiféle hivatkozást, sem törvényre, sem jogra, sem múltra, sem jövőre, a ti életeknek forró kockán, akik a magyar földet elvették a magyar paraszttól, azok az életet vették el tőlünk. Aki jövőt akar építeni, az ne várjon politikai segítségre, hanem álljunk össze úgy, ahogy a kajászóiak tették, és a parlamentre olyan nyomást kell gyakorolni, hogy azonnal hozza meg a földrendezéshez szükséges törvényeket. Ne a saját esze szerint, tehát nekünk azért kell odafordulnunk a szántóvető magyar paraszthoz, mert ő tudja, hogy mit akar. Magyar jövőt akar biztosítani az unokáink számára is. No, ilyen politikával nem találkoztam még az elmúlt 80 év alatt. Azt gondolom, hogy üzenetértékű az is, hogy a Magosztól nincsen itt képviselő, nincsen itt felszólaló. Azt gondolom, hogy talán most már mindannyian látjuk azt, hogy már nem a gazdálkodók érdekeit képviselik, hanem inkább még csak nem is a gazdálkodók érdekeit képviselik a Fideszen belül, hanem tulajdonképpen a Fidesz érdekeit próbálják a gazdálkodók között képviselni, ami azt gondolom, hogy megengedhetetlen. Ezért én bíztatom arra önöket, hogy indítsanak egy olyan gazdamozgalmat, amely valóban a helyben élő, a kiscsaládi gazdálkodók érdekeit képviseli. Amit én ígérni tudok, hogy természetesen minden erőmmel a segítségükre leszek ebben, és természetesen továbbra is igyekszem a legjobb tudásom szerint képviselni az önök érdekeit, a helyi gazdálkodók érdekeit a parlamentben és minden lehetséges jogi fórumon. Köszönöm a figyelmet. És képzeljék el önök, hogy Európa közepén 2012-ben úgy osztanak állami földeket, hogy nincs jogorvoslati lehetőség. Elképesztő. Amikor egy-egy gyanús pályázat kapcsán bemegyek a Nemzeti Földalapkezelőhöz, hogy belenézek a pályázatokba, mert nekem, mint országgyűlési képviselőnek nagy kegyesen ezt megengedik, önök, mint érintettek, akár ezt nem tehetik meg, akkor is azzal fenyegetőznek, hogy én ezt nem hozhatom nyilvánosságra, mert ez titoktartás kötelez, és egyáltalán magunknak az érintetteknek sem mondhatom el, miközben olyan pályázatokat látunk, hogy az elképesztő. Szintén egy esetet hagy említsek meg, amikor a vesztes és a győztes pályázat szóról szóra megegyezett. Ilyen esetekkel találkozunk, szóról szóra. És az egyikre véletlenül fel annyit pontot kaptak, mint a másikra. És természetesen a másik nem volt helyben lakó. És véletlenül egy fideszes polgármesternek a szomszédja, de hát ez biztos csak véletlen. Nincsen termelésünk és feldolgozásunk. Nincsenek helyi piacaink. A helyi piacainkat elvitték a multik. A termelés és feldolgozás, mint ahogy hallottuk a cukoriparral kapcsolatban, szintén kicsúszott a nemzetnek a kezéből. Egy dolog maradt, a legfontosabb dolog, ami az utolsó kapaszkodónk, ahova visszaszorultunk, ez pedig a magyar föld. Ha magyar földet nem védjük meg, akkor nem hogy földön futók leszünk, nincs létjogosultságunk a Kárpát-medencébe, mert magyarként a magyar földet csak mi, civilek, magyar emberek tudjuk megvédeni. A politika nem fog tenni egyebet, nem tesz egyebet a politika. Annyit fog tenni, és annyit fog elérni, amennyit mi hagyunk neki. A NFA-nak a pályázati rendszere kísértetésen hasonlít a 90-es éveknek a privatizációjára. Emlékezzünk, hogy miről volt szó. Arról volt szó, hogy akinek tulajdona van, vissza fogja kapni, reprivatizáció lesz. Nem az lett belőle. Kárpótlási jegyek lettek belőle. Megkapták a földet ugyanúgy azok az emberek, akik pozícióban voltak, mint ahogy a magyar ipart is a kommunistáknak a örökösei csapták a hónuk alá teljes mértékben. Azért tartunk itt, ahol vagyunk. Akkor nem alakult ki ez az erő, ami most látom, hogy körvonalazódik. Ahogy látom, itt nagyon sok civil jelent meg ezzel, tüntetve amellett, hogy igenis kajászó, nem egyéb, és kijelentettem én, azt hiszem, hogy esetúlzás, frontvonal. A civil politika és a rabló pártpolitika a rendszer frontvonala.
egyszerűen tudomásul kell venni, hogy csak magyar ember birtokolhat földet, aki külföldinek eladta zsebszerződéssel, az hazáruló. Hazárulott pedig a jelenlegi alkotmány és az alaptörvény is halállal kell büntesse, csak ugye nincs véletlenül, nem szeretném azt mondani, hogy vezessük újra be a halálbüntetést, mert sajnos ebben az elmúlt több mint 100 évben 8 miniszterelnököt végeztek ki. Tehát a halálbüntetést én nem vagyok a híve, de annak azzal egyenértékű büntetést érdemel az az ember. Elrettenteni kell. Ha nem rettetjük el, akkor eznek az országnak vége. Alattomos, aljas módon fölvásárolják az országot. Innen üzenjük Kajászóról, hogy amennyiben az országgyűlés Ángyán professzor úrék javaslatait, módosító indítványait nem fogadja el, újra a Kossuth térre megyünk, és ott leszünk, és tüntetni fogunk. Ezt innen megüzenjük. Most már világos számunkra, hogy két oldal áll egymással szemben. Az egyik, azok mi vagyunk, az értékekben gondolkodó emberek, mondhatnám úgy, hogy 99-en a 100-ból. A másik oldalon pedig az az 1% áll, a tőkebefektetők, a nemzetközi tőkebefektetők és azok hazai kiszolgálói, vazallusai, akik teljesen más világban érdekeltek. A kérdés fel van téve, a kérdést feltettük, arra leszek kíváncsi, hogy a kormány melyik oldalra fog állni ebben a kérdésben. Hát ha a jelenlegi földtörvény tervezetet, amelyet nem tudjuk kiknek a hatására dolgoztak ki, hogyha ezt elfogadják, akkor a kormány az 1% oldalára állt a 99%-kal szemben. Köszönöm szépen, kedves régi és kedves új barátaim, hogyha létezne olyan, hogy független sajtó Magyarországon, akkor holnap azt hiszem, hogy az lenne a címlapokon, hogy kedves olvasók, tegnap Kajászón megkezdődött a valódi rendszerváltás Magyarországon. Sőt, hogyha még függetlenebb lenne, akkor még az is ott lenne az a szó, hogy csatlakozzatok. És a nőbarát lapokon pedig az lenne a címlapon, hogy ezt a rendszerváltást egy kajászói asszony, Zsuzsa kezdte el, akinek ezúton is gratulálok. Kérlek, hogy állj fel! És azt szeretném kérni önöktől, uraim, hogy amikor kilépnek ebből a teremből, akkor fogadják meg, hogyha ezt egy asszony, egy családanya itt Kajászón meg tudta tenni, akkor én most hazamegyek a saját településemre, és ott fogom én is ugyanezt megtenni. Most azt kérem, hogy mi tényleg fogjuk meg egymás kezét, és fogadjuk meg, hogy ez nem történhet meg, mert nem hagyjuk többé, hogy a nemzetet megosszák. És pontosan úgy van, ahogy a fiatal barátom mondta, vegyük észre, hogy itt nem jobboldal és baloldal áll egymással szemben, nem Fidesz és MSZP, nem egyik párt, másik párt, hanem a nemzet kifosztói állnak szemben az áldozataikkal, és nekünk össze kell fognunk, és az igazságért együtt kell harcolnunk.